Sziasztok! A mostani videóban sütni fogok. De mit is fogok sütni? Igen, sokkal két év van, nem tudom, volt is róla szó, hogy eddig ramokó hölgy állítva szokott csinálni fantát. Hát jó, én is terveztem, megcsinálom a fantát, még odáig nem jutottam. De minden most megpróbál a fantát elkészíteni. Fanta szeretet! Akkor minden, megnézzük meg a hozzávalókat, a internetes hozzávalókat. Persze én azért olyan sokat nem csinálok, nekem fel elég. Akkor utána bemutatom enyémet. Akkor most nézzük meg a internetet. Igen, fontos szeret. Akkor mi a hozzávaló tisztához? Az a internetes recept. Énekem akkor nagy mennyiség nem kell. Akkor 6 darab tojás. Egy evőkana, 6 darab evőkanál pólcukor. Akkor egy deci étola, vagy 100 ml. Akkor 4 evőkanál liszt. Akkor 0,6 sütőpó. Vagy pontosabban, igen. 12 deka. 2 evőkanna kakópó. Hát én csomag sütőpót fogok beletenni. Akkor avóta tészta. Akkor most itt van a kémhez. 25 deka vaj. 20 deka pólcukor. Akkor 50 deka tejtúró. Akkor egy, meg másfél dekalka vaníliacukor, vagy így a csomagot fogok beletenni. Akkor egy darab citrondeszelék, héja, akkor el lesz a kém. Akkor mindjárt lemegyek a mászhoz. Igen, itt a mászhoz. 8 dekalkom vanília, vaníliás putinpó, akkor 7 deci fanta szépszavas üdítő, akkor 4 evőkan pólcukor, elkészítés, a tojásokat a cukorra 10 perc alatt habosra verjük. Azután hozzáadjuk az étolajat, a lisztet, a sütőpót és a kakópót. Összekeverjük, és egy fakanával a tojásos máshoz keverjük egy 23x30 cm tepsibe. Hát ennek akkor tepsi nem lesz, akkor sütőpapír kibéreljük, és beleöntjük a massát. Előmelkít a sütőbe 180 fokig 25 perc alatt készre süssük. Kémhez vajat a pólcukor villával összetörjük, túrót, a citrom héját és a vanília cukorra alaposan kikeverjük. Majd a kihűlt piskottára simítjuk, és a hűtőbe tesszük, ami elkészítjük a mázat. Na jó, akkor a mázat ugyanúgy készítjük el, mintha puntikot főznénk. Csak most nem teljes készítő, vagyis puntipót a szépsavas üdítővel és cukorra sűrítve főzzük. Ez szép átlászó narasságára kéme kapnunk, amelyek egy kicsi hűtni hagyjuk. Ha langyosra hűt a túló kémre, simítjuk.
és 2 órájú hűtőben tekszük. Na, akkor az a verzió volna az a verzió, ami nagy mennyiségben van, ami nekem nem lesz jó. Én egy kicsit megfelezzem. Na akkor nézzük meg az én hozzávalómat, mert egy kicsit csökkentem a mennyiséget, mert azért nekem olyan sok nem kell, de akkor most megmutatom, amit én fogom, hogy most fogok elkészíteni. Milyen hozzávalókat? Hát én külön választottam a tojás fejét, tojásságát. Lehet nem lett volna muszáj, 2-3 darab tojás. A tojás? Akkor nem tudom micsoda. A porcukor, 3 evőkanál porcukor. Akkor 3 evőkanál liszt. Akkor fejteci, étolaj. Hát akkor egy csomag 12 g-os sütőpor. És végül egy evőkanál kakópor. Hát ott is egy rangó küldte. Ilyen sütőpót is. Akkor kezdünk is hozzá. Elővettem meg ilyen robotgépet. Ilyen szívekács. Akkor elkezdünk a tolással. Tolás fejével. Akkor először beleteszem a tolás fejét. Akkor termelem. Nem hab lesz, mert szerintem nem muszáj az nagyon keményen felvelni. Kis tojás hozzá adni, és egy kis porcukor. És akkor megint forrtatni. Akkor szerintem mehet be az összes tojás. És a porcukor is mehet be. Utána beleteszem a lisztet. Szerintem akkor mehet be a liszt is. Akkor mehet be a étolaj és a sütőpor, akkor a kakópor és akkor tésztát.
Lehet, ha nem robotgépbe kellett volna bekavarni a kakópot, de most már mindegy. Uratok, gépet kell cserélni. Az is mit tenni. Akkor sütőt. Százmonszor fokra. Ide jön, mert én nem látok semmit. Igen. 180 fokra. 180 fokra előmelegítem. Legyen 10 perc. Ahogy felüljön meg. Ja, milyen, be is kell kastyolnom. Jó, működik. Akkor még előmelegítem, elviszem ezeket elmosni. Na minden tésztát már be is tettem. Nem tudtam elindítani a videót, mert olyan nehéz ennek a elindítása. Hát hiába semmi se tökéletes. Akkor piskoltát be is tettem. Oj. Igen, beállítottam 180 fokra, ahogy merüljön meg, és akkor most itt a tésztát, piskoltát beleteszem. És akkor 25 fokra, nem 25 fokra, azt mondom, 25 perce. 25 perce sütni kell. Nem sokan mesül a piskolta. De azért, hogy mégis haladjuk, igen, haladni kéne, akkor meg kéne csinálni a kémet. Minden módon kémhez hozzávaló, de ha meg kell válni a kívülről a tészta, és utána rákenni a túrót, a kémet. Hozzávaló vaj, 125 gram. Polcukor, 200 gomb. Túró, tejtúró, 250 gomb. Egy csomag vaníliacukor, egy citróhéj reszelve. Igen, ezek voltak a hozzávaló a kémhez. Akkor mindjárt is készítem. Akkor mindjárt mondani fog a csilin. Még mindig van időben. Na ez az, csilin. Ajaj. Nem lesz volna egyszerű. Ezt egyről visszatenni. Itt a piskolta. Kis is van. Jó forró. Na akkor piskolta meg is van. Akkor hozzá is lehet kezdeni a kémhez. Hát akkor először szerintem mehet a túró. Vaj. Úgy, mint lehet a vaj, nem nehéz lesz megtölni. Kikavarni? Mert nem biztos, hogy... Ah, megy az. Csak nehéz ezt a túlon megtolni, meg a vajat. Mert hozzá vaníliacukor, akkor
citromreszelyik és a porcukor. Elteszem bele mindenben a kis citrólevet. Nem citrólevet, hanem naraslevet. Szerintem jó lesz az így. Kicsit jó erős kéz kell hozzá. Jó, jó lesz az így. Csak még kavarni kell, van valami csomócs. Jó lesz ez! Azt szerintem túl rossz rá is lehet kenni. Hűt már annyi. Nem lesz ez szép fanta. Látom, hogy ezen egy kicsit dolgozni kell. Egyensíteni. Lehet, hogy egy tésztán nem jól lett volna kicsit hűtőlva. Jó lesz az. Még van benne egy csomó. Most ennek a... Igen, áttettem, hogy is hiányoz. De nem úgy, hogy mond a tárcája. És én arra gondolkodom, hogy lehet károt áttenni a tárcája, nem mindegy. Beteszem a hűtőbe, és akkor más elkészítem. Itt a Fanta is. Meg is van a fantaszer, elteti fantát vettem, nem tudom hullától, hogy elveszem a szemüveget. Hát 5.30, nem egy olcsó dolog, de közelebb is meg is mutatom, hogy ez igazi fanta. Lehet látni a nevét? Fanta. Én akkor csinálom most már a fantaszeretet. Akkor kibontom a fantát. Hát a jó szívszavos. Én ki is fogom mérni. És utána elmondom a hozzávalókat.
akkor előbb azt a piskoltát, meg a túlkémet beteszem a hűtőbe. És te elkészíti a mászt. Igen, tölt, hogy van kis műszegi hiba. Jó. Mert ha nem nagyon ránga, és akkor szerintem telte be a fantát. Akkor szerintem hidegen kéne belkeverni a pudzsikport. Nem tudom, elmondtam én hozzá a valókat? Remélem el. Így most nem tehet teszünk. Lehet jobban levenni. A cukrot is. Kitárcukor. Két kanál, egy kanál. Nem is tudom menni volt. Szerintem el lett kavarva. Csomómentesen. Hogy ott van sikerülni, azt nem tudom. De a legnagyobb gázok kellett volna tenni. Jó, kicsi megállít a videót. Hát azért nem mondom itt, de a másik nagyobb lángra kellett volna tenni. Nagyobb égőre. Te jobban besűrűsödik. A két csomó pudingból kellett volna. Köszönöm, meg kell. De mit a sűrűsödnek be? De jó, nincs itt a hőállókesztő. Na minden elfutok hőállókesztőjé. A sűrűsödik már be. És ez a hőálló kezdve egész vastag. Szóval csak sikerül megfogni valahogy. Na szerintem jó lesz az így. El is lehet oltani, átteszem a másikra. Áttettem ide. Biztos eltelt egy óra hossza. Hűtőből kihoztam a tésztát. Igen. A kémmel együtt. Most azt mondom, mászt. Hogy kell áttenni? Forróban, hidegen? Nem tudom. Mindegy, csinálok egy próbát. Ha lehet, így kell, mert gyorsan le fog hűlni. Na minden, megpróbál ráölteni. Ha valamit hozom, már ez így nem lesz jó. Itt
Azt nem akartam, lecsolog, jó? Na jó lesz szerintem. Hát nem akartam lecsorogok, de most már minden. Hát így nagyon nem akartam mellé menjen, de most már minden, elviszem a hűtőbe. Szerintem lehűlt már annyira. Igen, betettem a hűtőbe a fantaszeletet, de azt hiszem, hogy nem is tudom, hával van most. Már nem fogok kóstolót tartani, de minden megnézze állva. Hát nem tudom, hogy fogok csinálni, elsütni, nagy energiaárak lesznek. Ja, igen, 14:30 van, vagy pontosan van mondva, 14-től 26 perc. Hát nem tudom, este 6 órakor meg fogok kóstolni, de szerintem mindenképpen holnapot teszem, holnap reggelre. Hát ahol lehet látni, át is vagyok öltözve, másik pólóval láttam, mert az, itt az a fantaszeret, ha minden lesz benne a fantaszeret, az legalább is 6 óra biztos hűtőben volt, hogy megdermedje a maga a, mi a mászk, hogy megdermedjen. Akkor most mindjárt felszeretem. Na akkor itt a konyhakés, szakáskés. Na ahol most elkezd felszeretelni. Hoppa, jól lesz fog a forró vízbe bemártani. Van egy technikája is. A késnek is van technikája, hogy fogom meg a szeletet. Nem látod, hogy a később forró vízzel megmosni. Na akkor, szerintem nagyobb tálni kellett volna. Már meg van, pedig már ilyen hányó van. Na mindegy. Akkor egy kis tányé, az a nagy tányé elég is volt.
Na, az meg is volna. Hát nem gondoltam, fantaszajátot fogok elkészíteni. Igen, először is volt egy főraungó. Állítól azt mondta is, hogy próbálom fantaszajátot is elkészíteni. Na mindent, után itt a csoportomban egy valakit kérte, egy raungó, férfi, kérte, hogy készítse a fantát, szeretet. Jó, elkészítette. Igaz, tehát nem is hittem, hogy ilyen szeret van. De minden, akkor most meg is kóstolom. Ja, inkább. Nem is tudottam már, el is feltettem kenni kisebb illával. Köszönöm, azt hiszem, hogy nem csak a, nem kell megvenni ilyen drága üdítőt, olcsó üdítőből is el lehet készíteni egészségükre. Az igazi fanta üdítő. De nem muszáj megvenni ilyen drága üdítőt, olcsóból is el lehet készíteni. Sekkal jobban elteti fanta. Na, én azt mondom, hogy olyan jó volt, mint a nagyon jó süti. Jó a piskolta, jó a túró benne, és jó az a punyikos fanta. Más. Más, nem tudom más mit mondani, nem tudom, remélem tudtam segíteni, de kedvük kaptak a videó a Fanta szerethez. Minden két raungónak köszönöm az ötletet. Akkor más nem tudom, igaz, hogy női raungót már nem látom,
a csoportokban. Na minden. Remélem, ezért valamit tudtam segíteni. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmüket. Minden vissza-vissza a hűtőbe. Igen, és tovább is minden jól kíván. Erez Zoltán, a videó info kötője ettől. Hát sajnos Cézár vettem gyógyszert, de nem tudom mit csinálni, vakarózni, milyen gyógyszert vegyek. Na mindegy. Akkor, hello, 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 sziasztok!